köszönöm, be is mutatom, és köszöntöm tisztelettel Balczó Zoltán, a Jobbik EP képviselője immáron második ciklus óta. Ő a magyar érdekeket képviseli Brüsszelben, aki... aki majd a előadásában vagy a tájékoztatásában érinteni fogja Magyarországot Brüsszelből nézve. Ez egy érdekes megközelítés lesz, mert lehet, hogy nem sok hasonlóságot fognak a hallgatók tapasztalni a Zoltán által elmondottak, és a mondjuk a kézivezérrel fideszes sugárzott anyag között. Úgyhogy abban maradtunk, hogy először Zoli ad egy átfogó képet Magyarország megítéléséről, Magyarország kinti helyzetéről, és utána majd én is egy kis tájékoztatást adnék itt a nagy magyar zalai valóságról. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és én is tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, és megköszönöm, hogy mikor végre már nem hideg, esős idő van, kicsit szebb a időjárás, melegebb idő van, akkor vették a fáradtságot és eljöttek, hogy itt egy teremben meghallgassanak minket. Én európai parlamenti képviselő vagyok, de az nem azt jelenti, hogy én nem Magyarországban élek. Átlagosan havi 15 napot töltök Brüsszelben és Strasbourgban, a másik 15 napot itthon, ahol nekem sok típusú ismeretségi köröm van, különböző pártállású emberek, a média híreket, tényeket, hazugságokat figyelemmel kísérem, tehát elsősorban úgy beszélek, mint egy Magyarországon élő magyar állampolgár és politikus. 1994 volt az első alkalom, hogy jó magam országgyűlési képviselő jelölt voltam, és ez azt jelenti, hogy most már ez a hetedik alkalom, hogy egy kampányban részt veszek. A legtöbb kampány 2014-ig abban a mederben folyt, hogy a pártok elkészítették a maguk programját. A kormányzat csinált egy mérleget, nyilván bizonyos szempontból persze elfogultan, adott szintig érthető, az eredményeket hangsúlyozta. Amit meg nem teljesített, azt nem úgy vezette elő, mint valami lemaradás, hanem azt mondta, hogy azért kérek bizalmat a következő ciklusra, mert ezt még ezt is szeretném megvalósítani. Az ellenzéki pártok pedig értékelték, ha konstruktívan működtek, akkor adott esetben persze nem úgy, hogy most majd mindent el kell dobni, mi soha nem így vagyunk, mi elmondták, hogy mit csinálnánk másképp. Tehát programokról szólt a vita. És én fontosnak tartom, hogy a Jobbik Magyarországi Mozgalom szakértői bázisával együtt összefoglalta mindazt, hogy kormányra kerülve mi milyen lényeges területeken mit hogy szeretnénk megvalósítani. És most mégsem döntően erről szeretnék beszélni, erről a programról. Hát igazából nincs vitapartner. A Fidesz azt mondta 2014-ben, hogy csak a Fidesz, ez volt a jelszava, most pedig ahelyett, hogy arról beszélne, hogy akár mit ér el, vagy mit tervez a következő ciklus, a miért kér újabb bizalmat, egyetlen egy dologról beszél. Ami odáig torzult, hogy Orbán Viktor kijelentette, hogy 2018 áprilisa után Magyarországnak vagy nemzeti kormánya alakul, vagy Soros kormánya. Tehát ebbe az egyetlen hazugságba foglalja össze mindazt, amivel ő reméli a választók többségének a támogatását. Mi pedig azt mondjuk, hogy többről van szó, mint egy kormányváltásról, a Fidesz rendszerét kell leváltani. Egy 8 éves időszakról beszélünk, és hogy itt egy rendszer épült ki, azt ők maguk mondták, amikor kétharmados többséghez jutottak 2010-ben, és arról beszéltek, hogy ez egy forradalmi hevülettel, Fülke forradalom segítette őket ebbe a többségbe, akkor meghirdették a nemzeti együttműködés rendszerét. Kicsit tekintsük át, hogy mit értettek az alatt, hogy nemzeti. Hát azt kell mondanom, hogy ennek a jelzőnek a devalválására került sor.
átneveztek mindent. A APEC-et, Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, azt mondta, nemzeti adó és vádhivatal. Mitől nemzeti? A Fidesz érdek nem érthető tette, dehogy nem, Tálai András, a Fidesz országgyűlési képviselője, a NAV-nak az elnöke. Régen volt egy olyan testület, országos rádió és televízió testület, ami fontos szerepet töltött be, mert bizonyos szempontból hatósági jogosítványokkal igyekezett valamennyire a média egyensúlyt, ami sosem volt persze teljes, megteremteni, megtartani, amelyikben minden frakcióval rendelkező párt képviseltette magát. Az országos jelző elmaradt, helyette lett Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amit csak fideszes tagokkal valósult meg. Még a KDNP jelöltjét sem engedték be a testületbe, mert tudták, hogy mennyire fontos ez, mert hozzájuk lehet fordulni panasszal, ha valaki úgy ítéli meg, hogy a médiumok döntően, persze a közszolgálati, nem a törvényeknek megfelelően működnek. A Jobbik Magyarországi Mozgalom 100 sajtópert nyert meg, 100-at. De azt, hogy ez a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a feladatát ellátná, világos, hogy nem, hiszen elfogult, a nemzeti itt is azt jelenti, hogy Fidesz érdekű. A nemzeti földalapot megfelelő pályázás után szétosztották. De kinek? Ha valaki ismeri Ágyán Józsefnek a nevét, aki a államtitkár volt az előző Orbán kormányban, ő térképezi föl, hogy ezt a nemzeti földalapot milyen módon osztották ki egy hűbéres láncolatnak. Ez is egy olyan terület, ahol igenis vissza kellene szerezni mindazt, amit a nem arra érdemesekkel kaptak. Nemzeti földalap hűbéreseknek. És hogy még a hűbéres láncolat alján lévőköz is menjek, akik azért persze jó egzisztenciát jutottak, az, hogy nemzeti dohányból. Tehát elfogadom természetesen, hogy a dohányzás is egy olyan szokás, sokaknak szenvedély, nem feltétlenül egészséges, de nyilván létezik, mint az emberi szabadság jogoknak a része. És erre is a nemzeti jelzőt ráakasztani. Szóval ez már olyan degradálása annak a jelzőnek, hogy nemzeti, hogy a pár éve Csornán mentünk keresztül kocsival a feleségemmel, és azt láttuk, hogy ugyanazzal a grafikával, mint a dohányból ki van téve az út mellett a nagy tábla, hogy nemzeti turkáló. Tehát azt mondta az illető, akkor már használt ruha is legyen nemzeti, ha itt minden nemzeti lehet. Tehát azt kell mondanom, hogy az a rendszer, ami kiépült, ott a nemzeti, az azzal a szóval helyettesíthető, hogy Fidesz érdekű. Hogy jutottunk el idáig? Hogy jutottunk el idáig 8 év alatt, hogy nem egyszerűen tekintélyelvről van szó, az, hogy tekintélyelvű rendszerek vannak, az helyes. Az ázsiai kis tigrisek úgy fejlődtek, hogy ott 4-5 évente megválasztottak egy vezetőt, Szingapúrban, Maláziában, aki aztán tekintélyelv alapján vezette az országot. De amelyik irányba mi megyünk, ezt azt kell mondanom, hogy ez egy pártállami diktatúra iránya, ahol az alapvető elvárás a Fideszhez való lojalitás. Az emberek úgy meg vannak félemlítve, hogy a közvélemény kutatók ahhoz, hogy egy 1000 fős mintához hozzájussanak, ami úgynevezett reprezentatív statisztikailag, 9-10 000 szavazót kell megkérdezniük, akik vagy megtagadják a választ, vagy nekem vannak ismeretségi körömben, most újabban nem törzsi jobbikosok, de akik elmondják, hogy hát úgy döntöttek, hogy ide szavaznak. És azt mondják, ha kérik őket, azt mondják, a Fidesz-el fogunk szavazni. Tehát ilyen rendszer eddig nem volt, ez a kiszolgáltatottság egzisztenciális félelemben tartás. Erre hagyd mondjak példákat, lehet, hogy önök is tudnak, 3 területről. Közalkalmazott, köztisztviselő és vállalkozó. Kezdjük köztisztviselővel. 2014-ben Nyíregyházán voltam egyéni jelölt, az a szülővárosom, és egy ifjúsági tagozatos kampány segítő fiatal barátom mesélte, akkor még APEC volt, hogy az előző évben a médiai igazgatóság kitüntetett dolgozója az édesapja volt,
utána következő évben valami munkahelyi vita közben ő bírálta a kormányt, bírálta a Fideszt, és elvesztette az állását. Azért, mert bírálni merte a pártot, ettől párt állam. Másik példa, a fiam és a menyem a számomra szép emlékű Barikád című heti lapnak voltak a szerkesztői újságírói. Ez a heti lap a Jobbikhoz közel álló lap volt, de nem politikai volt csak, hanem igyekezett nagyon érdekes turisztikai, tudományos kérdésekkel is foglalkozni. És megkérték a Pécsi Egyetemnek egy docensét, közgazdasági tanszékről, hogy általában a kormány, meg a pártok közgazdasági politikájáról, gazdaságpolitikáról csináljon egy elemzést. Ez nem egy politikai dolgozat volt, egy objektív szakmai elemzés, benne érdekes módon a Jobbikot is több szempontból bírálta. Mikor megjelent a nyomtatott lap, másnap kapott egy e-mailt, hogy menjen be az egyetemre, és adja le az iroda kulcsát. Csak azért, mert ebben a lapban nyilatkozott, elvesztette az állását. Több vállalkozótól hallottam, feleségem még talán nagyobb ismeretséggel rendelkezik, a következőt. Kisebbektől is hallottam, 4-5 fős, aki ilyen uniós pályázat írással foglalkozik, amihez kormányzati forrásokat kell kapniuk, meg egyéb komolyabb, nagyobb cégek esetében is. Megjelenik 2 ember, általában 2, és ajánlatot tesznek, hogy szeretném a cég 51%-át megvásárolni. Hát az illető mondja, hogy köszönöm szépen, hát nincs tőke emelésre szüksége, én ezt a céget felépítettem, szívesen csinálom, boldogulok. Csak egyet felejtett el, hogy ezek olyan cégek, amelyeknek nagyon jelentős állami megrendelései voltak. És a következő évben azt kellett tapasztalni, hogy ezek a megrendelések elakadtak. 2 lehetősége volt, vagy csődben adja a cég, vagy voltak, így mondta, mit tegyek? Föltettem a kezem, a 49% az enyém maradt, 51%-ot fizette, attól kezdve újból ment minden, mint a karikacsapás, csak éppen minden megbízás másfélszeres áron teljesítette, hiszen a korrupciós pénzt így kell kitermelni. Ezt értem egzisztenciális fenyegetettség alatt, amikor egy párt államnak kell megfelelni. Érdekes, amikor most gyakran arról beszélünk, hogy egy karaktergyilkosság valakivel szemben, ezt a fogalmat nagyon használjuk, szinte elcsépelten, és azért nem is gondolunk vissza az eredeti jelentésére. Az nem hazugságot jelentett, az azt jelentette, hogy a politikai küzdelemben egy elnökjelöltről, adott esetben képviselőjelöltnek, a múltjából előbányásznak, nem is szorosan a politikai tevékenységhez tartozóan, akár magánéleti olyan botrányos ügye, amelyet felelősítve az illetők személyében ellehetetlenítik a karaktergyilkosság. Na de az nem karaktergyilkosság, hogy Vona Gáborról azt állítatom és terjesztem, hogy egyetemista korában homoszexuális lebujokba járt. Ez szemmel szedett hazugság és rágalom. És tudjuk, hogy hogyan alakult ki ez a bizonyos Terry Black nevű furcsa identitású művészember. Ez a TV2-nek erről nyilatkozott, ezt állítja, most egy ilyen per zajlik, és utóbb megtudtuk, hogy egy másik hasonló típusú férfi bekeresti a TV2-t. Azt állítja őt, de ő visszautasította, hogy ilyen rágalmat nem hajlandó képviselni, erre megtalálta egy másik ember. Ez nem karaktergyilkosság, ez szemmel szedett rágalom és hazugság, amely az illető családját sem kíméli. A korrupció mindig volt, mondják. Igen, meg mindig lesz. Csak az a kérdés, hogy milyen mértékű, milyen nyílt és milyen cinikusan csinálják. Hogy mondjak itt egy példát, hogy ne az legyen, hogy a Jobbiknak ez a véleménye. Talán hallottak a professzorok Batthyány köréről, amelyik tulajdonképpen a Fidesznek egy ilyen konzervatív, professzori, szakmai támogatását jelenti.
2017. januárjában ők közreadtak egy jelentést az ország állapotáról. És ebben ezt írták a maguk módján, ugye nagyon szépen fogalmazva, de a lényeg világos lesz. Különösen aggasztó, ha úgy tűnik, hogy a korrupció mára egyéni bűnből kialakult módszertanra, struktúrára, személyekörre épülő, bevett társadalmi gyakorlattá vált, azaz intézményesült. A korrupciós vádaskodás hatására még a keresztény nemzeti körökben is megnézült a bizalom a hatalma levőkkel szemben. Tehát ez a kulcskérdés, hogy intézményesült, nem csupán egyéni bűnről van szó, a személyi kört azt azzal egészíteném ki most egy évvel a jelentés után, hogy és családi körre épülő. És mi a cinizmus? Amikor összecsaptak a hullámok egy időben Rogán Antal miniszter fölött, amikor kiderültek, hogy azok a bizonyos letelepedési kötvények milyen 10 milliárdos összegeket hoznak a ő köréhez, aki hozzá kapcsolódik, amikor ennek az urizálásnak a legélesebb példája volt a vidéki lakziba helikopterrel megyek, de nem ez volt a súlyos, hanem a letagadás, a hazugság, akkor, mint propaganda miniszter nem mert kiállni a sajtó elé, és megkérdezték Orbán Viktort egyszer, mi a véleménye róla? Nem megvédte. Azt mondta, minél jobban támadják, én annál jobban kiállok mellette. Hát ez nem egy cinikus válasz, amikor valaki a korrupció olyan módon vetül rá, ahogy az Rogán Antal esetében történt. És hát természetesen ez a nemzeti együttműködés rendszere, ez azt a személyi kört helyezte megfelelő pozíciókba, akik Fidesz érdekűek. A legfőbb ügyész Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje volt, az Országos Bírósági Hivatal vezetője Fideszes LP képviselő felesége, és persze a Fidesz kormány ellenáll annak, hogy az Európai Uniós pénzeket, amiket felhasználunk, az Európai Unió ügyészsége ellenőrizhesse. Ehhez, hogy jogszabályá váljon kötelezően, minden egyes tagországnak hozzá kellett volna járulni, ez nem történt meg, de volt 20 tagország, aki azt mondta, hogy önként, mert létezik ilyen megerősített együttműködés, bevezették az Európai Ügyészséget, akinek az a lehetősége, hogy csak uniós pénzek ügyében nyomozhat, és a nemzeti bíróságoknál vádat is emelhet. Ebből a régióból, amelyik a volt szocialista országok innen is, mindenki vállalta ezt, hogy ide lőjetek, bátran, ellenőrizzetek, akár büntetőügy is lett. Két ország nem vállalta, természetesen. Úgy tűnik, hogy most mi így fonódunk össze, Magyarország és Lengyelország. Tehát természetes, a Jobbik kormány el is kötelezte magát, hogy a leendő Jobbik kormány, hogy természetesen csatlakozik az Európai Ügyészséghez, hiszen ez mindent elmond. Azért nehéz ezzel a programmal nekünk előállni és vitázni, mert ebben benne van az elmúlt 8 év értékelése is, és sok minden van, amit megtartanánk, de sok minden van, amit elhibázottnak tartunk, és tévútnak. Orbán Viktor egyszer beszélt az övéi között az évértékelőn arról, hogy mit értek el. Körülbelül ilyen szintű felsorolás volt, hogy ki gondolta volna 8 évvel ezelőtt, hogy mondjuk a munkanélküliségi arány 8 év után innen ide változik. De a tartalmát már nyilván nem teszi hozzá, hogy abban viszont, hogy milyen a munkanélküliségi arány, a regisztráltak vannak ott, tehát azok a munkahelyek is benne vannak, amik a külföldön dolgozók természetesen. És benne vannak a közmunkások is. Úgyhogy én egy más felsorolást kezdek, néhány szempontot, hogy ki gondolta volna. Mert mindegyiket így vezette föl. Ki gondolta volna, hogy? Ki gondolta volna, hogy 8 év alatt több százezer és főleg fiatal magyar ember hagyja el ezt az országot? Mert reménytelennek látja azt, hogy itt egzisztenciát tudjon teremteni. Ide rögtön hozzáteszek azért egy itt részletesen kidolgozott Jobbik javaslatot, mert nem feltétlenül azért hagyták el az országot, mert a pillanatnyi megélhetéshez nem tudták volna megkeresni,
hanem a perspektívát nem látták. Egy fiatal párnak mi a perspektíva, hogy lakáshoz tud jutni. Itt van kidolgozva egy bérlakás építési konstrukció, ahol meg van határozva, hogy a piaci bérlési szint alatt milyen mértékben, hány éven keresztül béreljék, és utána milyen módon lehet kamatmentes kölcsönnel megvenni, mert ha nem teremtjük meg ezt a bérlakás építési állami programot, akkor nem lesz perspektíva arra, hogy a fiatalok hazajöjjenek, és persze nem csak a hazajövőknek, az itt élőknek is szól. Egyébként ki gondolta volna, hogy az objektív statisztika szerint a lakosság harmada nélkülöz valamilyen formában, nálunk rosszabbul Romániában, Bulgáriában és Görögországban élnek. Hát ez nem nagy dicsőség az Unió 28 országából, miközben csak a dicshimnuszt halljuk. Nem is beszélek az egészségügyi ellátásról, mert annyi példát tudunk, hogy bár igazat mondanék, de hát populistának tűnik, hogy ezzel jön. Látjuk, hogy milyen szinten áll az egészségügyi ellátás, beleértve a kórházi ellátást, beleértve a műtétre várás, beleértve a be nem töltött házi orvosi praxisokat. Az oktatás olyan irányba ment el, hogy valóban a 24. században a fiatalokat azon kívül, hogy valami szakmai területen konkrét hasznosítható készségre tesznek szert, elsősorban arra kell fölkészíteni, hogy az életük során ebben a nagyon gyorsan változó világban tudjanak alkalmazkodni, tudjanak tovább lépni. Ehhez közismereti tárgyak, matematikát, intelligencia tárgyakra szükség van. A Magyar Tudományos Akadémia is világosan kimutatta, hogy teljesen elhibázott irányba mentek el. Itt azt várják, hogy azonnal a multinacionális cégek számára munkaerőként alkalmas embereket bocsássanak ki, aki utána tovább lépni nem is tud. Egyébként mi az a magyar modell a gazdaság területén, mert sokszor láttam azt kívül, hogy a magyar reformok működnek, mondja a kormány. Na most mi ez a magyar reform? Mi a Orbáni gazdaságpolitika lényege? Az olcsó és kiszolgáltatott munkaerőre építve multinacionális cégek Magyarországra invitálása, kedvezményekkel, stratégiai partnerséget kötve velük. Hogy ne Jobbikhoz közeli közgazdást idézek, idézem Róna Pétert, aki professzor egy angliai egyetemen és az LMP-hez közel álló gazdasági szakértője. Ő azt mondja és levezette, hogy az, hogy egy megtermelt érték egy országban átlagosan milyen módon oszlik meg a tőke, a tulajdonos, a tőketulajdonos és a munka között, ez ebben a régióban nálunk a legtorzabb irányba ment el, a tőke irányába. Ez egy makrogazdasági adat, de hát ebben minden benne van. És azt, hogy mit értünk az alatt, hogy ide csalogatni olcsó munkaerővel, van Orbán Viktornak számomra emlékezetes mondása, és valóban többször idéztem már, úgyhogy nem kell papír hozzá. Amikor kiment Szaúd-Arábiába tárgyalni egy nagy gazdasági küldöttséggel együtt 200 emberrel, ugye elsősorban azt vártam, hogy talán a magyar élelmiszer feldolgozó cégeknek piacot tud szerezni, erre nem nagyon kerül sor, és természetesen önmagában, hogyha jön tőke, ami befektet Magyarországon, adott esetben, ha csinál egy zöldmezős beruházást, ha megfizeti a munkaerőt, ha igyekszik tartósan itt lenni, a profitját nem mint hazaviszi, hanem itt befekteti, természetesen nem szabad tőke ellenesnek lenni. De mit mondott Orbán Viktor szó szerint? Ajánlom a magyarországi befektetéseket, mert a magyar munkaerő képzettségéhez mérten meglepően olcsó, a munkatörvénykönyve pedig nagyon rugalmas. Ugye nem kell lefordítani, mit jelent? Gyertek ide, jól dolgoznak, nem kell megfizetni, és még a végtelenségig ki is használhatod őket. És jellemző a fideszes propagandára és válaszadásra, amikor én ezt egy olyan vitában a magyar parlamentben, ahol mint LP képviselőnek adott témákban jogom van felszólalni, ezt elmondtam, az államtitkár azt mondta a válaszában,
hogy hát ez 2015-ben volt, de hát azóta már megváltoztattuk a munkatörvénykönyvét. Válaszadás újabb lehetősége nem volt erre a mellettem ülő képviselő társam közé. Hát hogyne? Hát megváltoztatták, minden szakszervezet tiltakozott ellene. Még inkább kiszolgáltatottá tették a munkaerőt a tőke tulajdonosok számára. Tehát nem ez a modell, nem a nagy multicégekkel a stratégiai partnerség ebben a régióban a legnagyobb kedvezményeket Magyarország adja, hanem azokkal a magyar mikro, kis, közepes vállalkozásokkal kéne valódi partnerséget kötni, akik a munkaerő többségét adják, és akik képesek adott esetben többet fizetni. Ez a mi béruniós kezdeményezésünk ez. Nem egy csodaszer, ami egyik pillanatról a másikra megoldást ad, de hát nagyon nagy különbség, hogy rá tudjuk-e bírni az Európai Uniót arra, hogy az ígéretét az igyekezzek teljesíteni, mert azt mondták, hogy ezt a kohéziót megteremtjük, nem engedjük szétszakadni a unió különböző részeit. Tehát ez azt jelenti, és egy másik közgazdászt hagy idézek, egy Pogácsa Zoltánnak hívják, aki szociáldemokrata beállítottság és a Soproni Egyetem tanszékvezető docense. Megépülnek az EU pénzekből a nagy vasbeton infrastruktúrák, a termelékenység viszont nem javult. 2004-ben, amikor beléptünk az EU-ba, 7,3 eurót termelt meg egy óra alatt egy átlagos magyar foglalkoztatott, 2015-ben ugyanannyit. Tehát arra kéne felhasználni ezeket a kohéziós pénzeket, azokat a cégeket támogatni, amelyek ettől kezdve, hogy mondják, nagyobb hozzáadott értékkel tudnak működni, és tudnak magasabb béreket fizetni. De hát nyilván a korrupciós pénzeket miből lehet megszerezni? Nem abból, hogy technológiai segítséget adok egy 10-5 foglalkoztató cégnek, abból, hogy építek egy hatalmas, ha teszik stadiont, vagy bármilyen hatalmas vasbeton építményt, amiből a korrupciós pénzt ki lehet szedni. És portáján, ahol járok, egy hete jött ide egy ismerős, akiről tudtam, hogy ő energetikai és épületgépészeti profi tervező, nagyon sok komoly projektben részt vett, és oda mondja nekem suttogva, hogy ő tőle kértek egy előzetes véleményt egy budapesti kórház energetikai rendszeréről, hogy mennyiben szorul felújításra, és leírta, hogy nem, nincs el rá szükség, ez rendesen működik. Azt mondja, most fizettek ki 5 milliárd forintot erre. Tehát az uniós pénzeket egész másképp föl lehetne használni annak érdekében, hogy valóban fejlődjön ez az ország, valóban több munkabért lehessen fizetni, de itt sajnos ez zajlik. A kormány nagyon büszke arra, hogy az IMF-fel fölmondta a megállapodást, és azt tudja mondani, hogy most már az IMF nem tud semmit rákényszeríteni, mi a sajnos alig csökkenő államadósság tömeget, azt a szabad piacról finanszírozzuk, zárójelben jó esetben a szabad piacról, mert amikor ezeket a bizonyos letelepedési kötvényeket forgalmazták, vigyázzunk, ezek az emberek nem fizettek 300 ezer eurót azért, hogy ide jöhessenek, nem kötvényt vásároltak, 5 év múlva kamatostól fogják visszakapni. Tehát ne legyen félreértés. És ezek a kamatok magasabbak, mint amit egyébként a kötvénypiacon ilyen módon lehetett volna értékesíteni. Ezt csak zárójelben mondtam. No, és akkor megkérdezi Pogácsa Zoltánt a gazdaságpolitikának erről a részéről, de milyen ragyogóan kijött, és az IMF-től le tudtunk válni. Azt mondja, ugyanazt csinálta, mint amit az IMF kért volna tőle, és az IMF megszorításokat szokott kérni. Azért szokták kritizálni az IMF-et, mert a hitel feltételeként olyan életfontosságú alrendszerekben szokták javasolni a vágásokat, a reformokat, mint az oktatás, egészségügy, szociálpolitika átképzés. Ez történt. Tehát az a furcsa helyzet áll elő, hogy a kormányzat büszke, hogy a IMF-től nem vesz föl pénzt, de végrehajtja azokat a diktátumokat, amelyeket kérni szokott. És most valóban hadd kérjek egy olyan kérdésre, amit Brüsszelben közelről látok, és egész másképp jelenik meg itthon Magyarországon. Ez a migrációnak a kérdése. A kérdés az, amire elég világos választ tudok adni, hogy Magyarországnak, a magyar népnek
Mitől kell tartani a migráció kapcsán? Az Európai Unió felfogásától és szabályaitól, vagy a soros tervtől? Nos, világosan akarom tenni, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalom elutasítja azokat az elképzeléseket, amit a migrációval kapcsolatban Soros György megfogalmazott. És ha tegyek hozzá személyesen annyit, hogy jó magam, 93-ban lettem a Magyar Igazság és Életpártja tagja, utána 10 éven át elnökségi tagja, Csurka István vezette, miért képviselője voltam, elnökségi tagja, aki a kezdetétől lerántotta a leplet attól a társadalom szervezési irányról, a nyitott társadalomról, amit Soros György képvisel, és ami a társadalomnak pont az összekötő kötelékeit igyekszik szétzilálni. Tehát annyit elmondhatok, hogy Soros Györggyel én akkor szemben álltam, amikor elmehetünk 2010-ig. 2010-ben Orbán Viktor miniszterelnökként a parlamentben fogadta mentorát Soros Györgyöt. Nos, tehát szemben állunk vele, szemben állunk azzal, amit ő 2016. szeptemberében megfogalmazott, hogy az Európai Uniónak az ajánlja, hogy évente 300 ezer migránst engedjen be legálisan. Tehát nem azt mondta, hogy ne legyenek az Európai Uniónak határai, de 300 ezer minden évben engedjen be. Természetesen ezzel szemben állunk. Azt is hozzátette, hogy nekik, mint egy életkezdési támogatásul minden migránsnak, 2 évig, évi 15 ezer eurót kell juttatni. Ez egy horribilis összeg, ha adott évben 600 ezer vannak benn, és akkor mindenki kap 15 ezer eurót. Ezt természetesen azt mondta, hogy uniós forrásból, de természetesen elutasítjuk, hiszen olyan helyről kéne elvenni azt az irdatlan összeget, adott esetben pont a kohéziós alapokból. Tehát nem értünk vele egyet. Ugyanakkor hadd tegyem hozzá, hogy az Európai Unió szabályai mit tettek lehetővé? Nem 300 ezer, hivatalosan mondta 2015. decemberében a bizottság elnök helyettese, 1,5 millió migráns érkezett be az Európai Unió területére az uniós jogszabályok alapján. 1,5 millió, nem 300 ezer. És Juncker mit terjesztett elő ebben a bizonyos kvótában, tehát hogy adott arányban minden egyes ország köteles legyen migránsokat befogadni. Ha nem teszi meg, azt terjesztette elő, hogy minden egyes migráns után, akit egy ország nem fogad be, 75 millió forintot fizessen az adott tagország. Ezt a horribilis összeget. Egyébként annyira liberális Soros György, hogy ő azt mondta, nem szabad megszabni egy migránsnak, ha bejön, hogy ő melyik országba megy, oda megy, ahova akar. Nyilvánvaló ezzel sem értünk egyet, de hát ezzel sokkal súlyosabb maga a kvóta, amikor elő akarják írni, hogy kötelezően mennyit kell befogadnunk, és szerintem valóban szembe kell mennünk, mert nem arról van szó most, hogy 1294-et kell befogadni, mert jelenleg ez Donald Tusknak egy kijelentéséből következő világos szám, több mint 1,5 millió bevándorlónak még nem bírálták el a menekült ügyi kérelmét. Most képzeljük el, a pozitív elbírálásokat követően, ha elfogadjuk ezt a kvótarendszert, akkor valóban tízezek érkezhetnek. Tehát ezzel természetesen szemben állunk, de az Európai Parlament addig elment, hogy egy olyan jelentés fogadott el, azt is nagyjából fejből mondom, mert a lényegét azért sokszor említettem, hogy el kell írni, hogy a migrációra az európai emberek pozitívként tekintsenek, pozitívként, örömmel, és nem szabad különbséget tenni a politikailag üldözött menekülők, meg a gazdasági okból érkezők között. Tehát az Európai Unió eddig megy el, és 2014-ben már Juncker elnök megfogalmazta egy ilyen programbeszédében, hogy tulajdonképpen vegyünk példát a hajdani egykori Ausztráliáról és Kanadáról, akiket a bevándorlók tettek egy erős országgá. Tehát mindezt azért mondtam el, hogy még egyszer világossá tegyen, mi szemben állunk azzal, amit képvisel Soros György. Soros György persze a maga pénzével igyekszik befolyásolni társadalmi politikai folyamatokat.
De ő valamilyen szinten megfogalmaz elképzelést, ezzel szemben sokkal súlyosabb elképzeléseket az Európai Unió adott esetben jogszabályként akar ránk kényszeríteni. Tehát egyértelmű, hogy Magyarország számára, ha tetszik, hogy én is neveszítsem, Juncker terv az Európai Unió felfogásával kell szembe mennünk. Ehhez képest az, hogy számunkra a fő ellenség, és Soros Györgyben kell látni azt, aki ránk szabadítja a migránsokat, ez kizárólag a Fidesznek egy propagandája. Hát emlékszünk rá, hogy ő egy időben azt írta, hogy állítsuk meg Brüsszel. Ebben még van is ráció. És miért kellett tovább lépni? Azért, mert másfél éve rájött, hogy ő nem akar semmi konkrét kérdésről vitázni, nem akarja a eredményét elmondani, ő egyetlen egy lapra tett föl mindent, elhitetni a társadalommal, hogy ő Orbán Viktor, aki egyedül képes arra, hogy megvédje az országot ettől a hatalmas migráns áradattól, és tovább kellett lépni, gyűlöletet kellett kelteni. És a gyűlölet ez nem elég, hogy Brüsszel, bürokraták, birodalmi főváros, egy személy kellett, aki plakátra lehet tenni. És attól kezdve azt mondani, hogy aki nem a Fidesz oldalán áll, az ott van Soros Györgynek a karjai között. És ezt mondani arra a Jobbikra, amelyiknek a jelenlegi alelnöke, ásotthalom polgármestere, Toroszkai László először vetette föl 15 februárjában, hogy kerítés kell építeni, mert nem tudjuk az áradatot megállítani. Rá több mint fél évre következett ez be. A Jobbik támogatta ezt. Amikor arra volt szükség, hogy vészhelyzetben lehessen a katonaságot felhasználni, kétharmados törvény, a Jobbik adta a támogatást. Amikor sor került az úgynevezett jogi határzár bevezetése, kétharmad, a Jobbik adta a támogatást. Mi mondjuk azt, hogy természetesen szükség van erre a kerítésre, de egy határőrség visszaállításával van szükség. Ne rendőröket rendeljenek innen-onnan az ország különböző részéről ilyen szolgálatra. Lehet, hogy tartósan szembe kell nézni ezzel a veszélye, szükség van a határőrségre. Legfeljebb mi azt mondtuk, hogy mi azt sem tesszük meg, hogy 20 ezer embert engedünk letelepedéshez, mert egy Fidesz közeli körnek ebből nagy haszna származik. Tehát ez a gyűlölet kampány jelenleg az alapja az egész választási hadjáratnak, és ma már olyan kijelentéseket tesz Orbán Viktor, hogy néha azon gondolkodom, hogy ezeket az emberek még elhiszik, de hát ugye olyan hihetetlen média erejük van, ha valamit nagyon sokszor mondanak, sajnos az emberek hajlamosak arra, hogy elhiggyék. Egyébként én optimista vagyok mindkét terv esetében. A Európai Unió terve, ha tetszik, nevesítettem Juncker tervvel kapcsolatban, azért egyre több országban egyre előteljesebb az ellenállás. Olyan választások vannak, ahol olyan politikai erők kerülnek hatalomra, lásd Ausztriában, akik szintén nem támogatják azt a típusú migráns politikát, amit az Unió jelenleg még talán többsége szeretne. Maga Donald Tusk, aki az Európai Tanács elnöke, azt mondta, és itt sokaknál kiverte a biztosítékot, hogy ez megbukott, ezt nem kell erőltetni. Tehát én bízom abban, hogy elég lehet venni annak, hogy törvényileg kényszerítsék ránk ezt a kvóta szerinti betelepítést, ha pedig ezt teszik, a Jobbik Magyarországi Mozgalom sem fog megfelelni ennek, mert ez a nemzeti érdek fontosabb. De bízom, hogy a másik Soros terv is elbukik. És itt most nem a Soros Györgynek tulajdonított borzalmas betelepítési elképzeléseket tekintem Soros tervnek, hanem a Soros terv az nem más, mint a Fidesz másfél éve egyetlen kampányterve. És abban bízom, és érzékelem, hogy egyre többen fordulnak szembe, és egyre több ember aktivizál, mert miközben a sajátjait akarja a Fidesz mindenképpen megtartani, és ezért egyre erőteljesebben fanatizálja őket, de közben egyre inkább elmegy olyan irányba, ahol már szavazni eddig nem akaró embereket is mozgósít, hogy ezt már nem. Ezért vannak nagyon sokan,
akik úgy jönnek választani, akik most nem mernek nyilatkozni, de tudjuk, hogy jönnek, akik adott esetben eldönthetik ezt a választást. És ők azt szerint fognak szavazni, hogy hol lehet leváltani egy fideszes jelöltet, ők azt nézik, hogy ki az, aki érdemes arra, és esélye van, mert arról is beszéljünk, nem csak támogatottsága, érdemes arra, hogy az ő támogatásukat elnyerve, hozzátéve persze az adott párthoz tartozó jelölt szimpatizásainak támogatását, mandátumot szerezzen, és ezzel segítse ennek a rendszernek a leváltását. És én Zakó Laci barátomat elég régóta ismerem, 98-2002 között együtt voltunk képviselők, ahol a kisgyarapárt szétverése után ő a miénkhoz csatlakozott. Aztán egy külön történet, hogy a miénk milyen módon vált alkalmatlanná arra, hogy tovább vigye azt, amit nemzeti radikalizmusnak neveztünk, és a Jobbikban újra együtt vagyunk, és tudom azt, és bízom abban, hogy méltónak fogja találni a választókerület többsége, hogy ő legyen az, aki hozzájárul ahhoz, hogy ezt a rendszert, ezt a Fidesz rendszert le tudjuk váltani. Köszönöm szépen, hogy meghallottam. Köszönöm Zolinak a bókjait is. Engedjék meg, hogy én is azért egy kis... Bókolni nőknek szoktam, ez csak elismerés volt, őszintén elismerés. Hogy a magam szemszögéből is hozzátegyek valamit, és szervesen kapcsolódjak a Zoli által elmondottak, hogy Nagykanizsán vagyunk, túlbelevőleg itt 3 évvel ezelőtt nagy felháborodást keltett, hogy Sormás és Nagykanizsa között a lőtéren egy migráns tábort készülnek létrehozni. Aki figyeli a híradásokat, most megtudhatta azt is, hogy ezt a kormányhatározatot, ami erről szólt, még a mai napig nem vonták vissza. Tehát még él az a kormányzati terv, hogy ide egyszer, valamikor, ki tudja mikor, egy migráns tábort telepítsenek. A Jobbik volt 3 évvel ezelőtt nyáron, hogy 2 nagy tüntetést is szervezett, sőt, majdnem igazából 3-at, 2 az Erzsébet térre, 1 Sormásra. Mi voltunk, akik élére álltunk annak, hogy itt egy migránsnak sincs helye. Most mi történt? Most aki ide akarta hozni a migránsokat kormányzati oldalról, nyugtatta a kedélyeket, hogy mindenki csillapodjon le, itt nagyobb lesz a fogyasztás, itt egy kis befektetési lehetőség van. Na most azok lettek a legnagyobb élharcosai itt a sorosozásnak. Mi a magunk részéről annyira egyértelművé tettük, hogy egyetlen egy migráns sem engedünk be az országba, és határőrséggel erősítjük meg a határt. Kész. Mi részünkről ennyi, ezt mondtuk, és így is tennénk. Minden más csak rémhír terjesztés. Hát, amikor az alaptörvény módosítása volt, akkor a Fidesz beterjesztett egy javaslatot, ahol a migráns kérdést akarta rövidre zárni azzal, hogy nem hozunk be egyetlen egyet sem. De benne hagyotta azt a Zoltán által már kifejtett kötvénybizniszt, amivel már azóta azt is megtudtuk, 20 000 kötvényes él itt köztünk az országban. Zárójelben jegyzem meg, az alamegyei közgyűlés tagjaként megkérdeztem a megyei közgyűlés elnökét írásban, szóbeli felkészítéssel, elnök úr, hány migráns él az alamegyében? Erre közölte, közgyűlésen írásban adja meg a választ. Kivárta a 15 napot, majd ajánlott levélben, amire postára külön el kellett mennem, értesített arról, tájékoztatott arról, hogy ez nem a megyei közgyűlés hatásköre, és nem áll módjában válaszolni. Tehát ezt nem mondott el, hanem egy fél hónapon keresztül, 15 napon keresztül, gondolom itt mindent körbejárt, engedélyt kért, és kapott arra, hogy ezt a választ adja. És akkor a Jobbik nem szavazta meg azt az alaptörvény módosítást, ami arról szólt, hogy nem engedünk egy migráns sem, de miért nem, és rögtön tegyük hozzá, mert mi teljesen 100%-osan biztonságosra akartuk tenni az országot, és azt mondtuk, hogy jó, de építse be a kormány oldal a javaslatba a kötvényesek tilalmát is. Erre nem volt hajlandó, és azóta mi vagyunk a nemzet ellenségei. De a Jobbik másnap, rá egy hétre, de inkább aztán már másnap, beadta szó szerint ugyanazt a javaslatot, amit a Fidesz benyújtott, mellé tettük azt a fél mondatos kiegészítést, hogy kötvénnyel sem jöhet.
Erre ezt ők nem szavazták meg. Tehát ennél nyíltabb lebukás a tekintetben, hogy még ebből is bizniszt akarnak csinálni, hát ennél jobb példa nem kell. Az a 300.000 eurós kötvényi jegyzés, amit tényleg a világpiaci kondícióknál sokkal rosszabb feltételek mellett kell majd visszafizetni, abból amúgy fejenként vagy személyenként, még a Rogán Antal nevéhez köthető offshore cégek személyenként még 30.000 eurót még kaszálnak is. Így jön össze az a 100 milliárdos tétel, ami az ő lelkükön szárad, ami offshore cégeknél landolt, és abból többek között abból tudott most húsvét vasárnap vagy húsvét hétfőn Budapest legdrágább szállodájának az éttermében reggelizni, ahol egy reggeli közel 20.000 forint volt. De ne ragadjunk le ilyen apróságoknál, hanem nézzük meg, hogy milyen országban is élünk. Az eredeti tervem az volt, hogy a programról egy kicsit bővebben beszélek, de annyira nyakunkon van a vasárnap, most a vasárnap, és annyira nagy a tét, hogyha kérdeznek, én szívesen válaszolok, de maradjuk annyiban, hogy a Jobbiknak van programja, 67 oldalon, az interneten több helyen letölthető, kereső szóval megnézhető mindenkinek az a fejezet, amire kíváncsi, bízom benne, hogy mindenki megtalálja a maga kérdésére a választ. Nekünk volt 2010-ben is a Radikális Változás című programunk, 14-ben a Kimondjuk, Megoldjuk, 18-ban a Magyar Szívvel, Józan Ésszel, Tiszta Kézzel. Ebben a három sorban minden alapvetésünk benne van, alszpolitikánk, mert mi hiszünk abban, hogy Magyarországot lehet kormányozni nemzeti érzelmi alapon, Magyar Szívvel, józan ésszel és nem mások elvárásainak megfelelően és a irreális dolgokat megvalósítva, majd ebből néhány gondolatot mondok, és főleg tiszta kézzel, hogy hozzánk ne tapadjon, és nem is tapad semmi olyan lenyúlás, ami egyszerűen a legrövidebb ismertető jele és fő jelzője a Fidesz kormánynak. Tehát erről is tudnék beszélni, de én azt mondom, hogy ezt olvassák el. Ehhez egy kicsit több idő kell, mint a Fideszéhez, mert a Fidesznek már korábban volt az egyszavas, hogy folytatjuk. Volt a háromszavas programja, csak a Fidesz. Most pedig az leengedezik minden lámpaoszlopon, hogy nekünk Magyarország az első. Tudjuk hozzátenni, hogy az első pont-pont-pont bevételi forrás. Ebből élnek a fideszesek Magyarországból, uniós pénzekből, támogatásból, és nem, mint a régi szép világban, Széchenyi mondjuk a saját vagyonából akart gyarapítani a magyar tudást, hanem más pénzéből törvénytelenül megszerezve azt. A Jobbiknak a választások során is, meg amióta egyáltalán parlamenti párt vagyunk, védekezni az álnok hazug támadásokkal szemben. Ez megedzi az embert, de le is fárasztja, mert soha nem arról tud beszélni, amiről szeretne, hanem amiről kérdezik. És miről kérdezik? Pont a kézivezérvésű magyar, elsősorban közszolgálatónak csúfolt televízióban, az úgynevezett botrányokról, amiről aztán kiderül, hogy semmi nem igaz. Zoli mondta, hogy átléptük a bűvös százas határt, több mint 100 esetben nyertünk pert a MTI, Magyar Egy, Magyar Idők, Duna, Riposzt, Lokál, Pesti srácok, Magyar Időkkel szemben, ami részben helyreigazítási kötelezettséget jelent, részben kártérítést, és egyáltalán egy beismerő vallomást. Semmi nem történik ezekből, úgy hazudnak tovább, mint a vízfolyás. Amikor az ember tényleg tovább menne, és ugye van a Karas Mónika nevű fideszes nagyasszony által felügyelt, vagy elnökölt médiahatóság, lepattan a beadványunk, mert nem találnak kivetőolókat. Mint ahogy volt Péter is, lesöpör az asztalra minden fideszes ügyeket vizsgáló, vagy azt piszkáló jobbikos bejelentést, vagy feljelentést. Nekünk ez a küzdelem, ez nem esik nehezünkre, mert ha az igazságot magunk mögött érezzük, akkor bátran nézünk mindenkinek a szemébe. Mint ahogy számunkra nincsenek tabu kérdések, nincsenek olyan dolgaink, amivel ne tudnánk az emberek színe elé járulni. Van a Gábor kétszer volt Nakanizsán idén. Január 10-én, meg március 16-án. Szép számmal összegyűltünk, vittünk hangosítást, mikrofont. Bárki, aki kérdezhetett, bárki, az megkapta a mikrofont, és hangosan a Deák téren, illetve az Erzsébet téren visszhangozva a
kérdéseket, föltette a kérdéseket, amire válaszoltuk a legjobb tudásunk szerint. Most a héten, bocsánat, most múlt héten a miniszterelnök itt járt Nagykanizsán, és tényleg csak a ügyes, figyelő emberek értesültek arról, hogy zárklánc SMS-ben értesítették az aktivistákat, hogy a miniszterelnök itt lesz, és a Városházán összegyűltek a meghívottak, a kiválasztottak, és egy villámgyors migránshozás után, és a jelölt fényezése után távozott a városból, közelébe se lehetett menni. Na most ez a miniszterelnök a múlt heti vasárnapi újságban meg lett interjúvolva, és én már kora reggel hallgattam a rádiót, és megkérdezte a riporternő, szinte egy magas labdát adott föl, amit most vasárnapi újság keretén belül kényelmesen megválaszolhatott, hogy hát milyen eredményeket tud miniszterelnök felmutatni az elmúlt 8 évből. Erre nem azt mondta, hogy ezt és ezt valósítottuk meg, hanem a magyar ember az nem olyan, hogy dicsekszik, az előre tekint, és már is az ország védelménél tartottunk a migránsoknál, tehát helyben voltunk. És ezt hozzátette, hogy a 10-ben, amikor a kormányt átvették, akkor 12% volt a munkanélküliség, most pedig szakember hiány van. Na most elő is az Zolit ismétlen, de ez annyira bennem van, hogy 700, Zoli 800-at mond, de 7-800 ezer többnyire fiatal magyar külföldön van, a közmunkások is kikerültek a statisztikával, és velük nem számol senki. Hozzáteszem, ha ezek egyszerre itt megérkeznének az országba, akkor a valós képet kapnánk. De maradjunk Nagykanizsánál, a Hajdan volt 54-55 ezeres városban, most kb. 10 ezerrel kevesebben élünk. Tehát már 45-46 ezer között van a lélekszám. Nagyon sokan fölmentek Pestre, soha nem jönnek vissza, és nagyon sokan ingáznak. Tehát nem Londonról beszélek, meg Münchenről, meg Olaszországról, hanem Burgenlandról beszélek, ahova naponta mennek ki, és onnan járkálnak hazafelé. Ők, miniszterelnök szerint kalandvágyból mentek ki, én hozzáteszem, kalandvágyból ma Magyarországon itthon marad az ember, mert ilyen kalandokban nincs része, mint hogy megélni ilyen körülmények között. És a migránshozás, amit én azért szeretnék lezárni, mert átmennék olyanba, mint akiket bírálok, nem beszélni, hanem cselekedni kell. Tehát aki, és azt zárjuk le, aki olyat hall, hogy a sorosista, meg migráns simogató, meg befogadó jobbik, az nyugodtan kérje ki a nevemben is ezt magának, nem igaz. Tehát, hogyha tényleg félelmet akarnak kelteni az emberekben, akkor mindig azzal riogatnak, hogy jönnek, elveszik. Már hogy elveszik innen-onnan. Ha nyugdíjas ügyről kell beszélni, akkor nyugdíjakat veszik el. Ha a családok támogatásáról szól, akkor onnan veszik el. Ha az egészségügyről, annak. Ez egy nagyon jó kitaláció, csak nagyon átlátunk a szitán, ezzel nem lehet fenyegetni embereket. Olyan személyes tapasztalatokat gyűjtöttem a kormány megítélését illetően, amit meg kell, hogy osszak most villámgyorsan, az ajánló szelvények, most már nem szelvények, hanem támogató aláírásokat kell gyűjteni. Mindig is sikerült, hamar, de ilyen gyorsan, hogy ne tudjak olyan gyorsan írni, mint ahogy ajtót nyitnak és behívnak, azért erre nem volt példa. Tehát most a statisztikákat lehet innen közelíteni, onnan közelíteni. Én egyet tudok, becsöngettem, vagy behívtak azonnal, olyan is volt, hogy a Jobbikot várta, sőt, ha úgy tetszik, most magam ellen beszélek, olyan is volt, hogy mindegy, hogy kicsoda maga, ha nem fideszes, akkor bárki jöhet, csak váltsák le ezt az Orbán kormányt. Ez volt a hangulat. Volt másik véglet is, azok az emberek, akik nem is rám tartozik, hogy kirek adják, de maguktól elmondták, hogy mi fideszesek vagyunk. És hogyha nagyon közlékeny volt az úr vagy a hölgy, és fölbátorodtam, hogy megkérdezem, hogy jó, de ha már egyre betetszett avatni, akkor mondja meg, hogy amúgy miért. Mert hát, ha tanulhatunk tőle, mivel lehet az emberek szimpátiát elnyerni, ők nem engednek be egy migráns sem. Megint helyben voltunk, semmi más nem tudnak elmondani a migráns kérdést. És vegyük észre, hogy párhuzamos világban van Magyarországon. Van a, nem sorolom el, a Magyar 1, Magyar 2, Duna, Echo, Kossuth Rádió, Origo, Magyar Idők és az ingyen szórt Lokál, meg Riposzt újságok, azoknak a nem tudom milyen habos-babos álomvilágban született történetei, és van ez a röghöz, vagy ez a rög magyar valóság, amiről beszélünk és amiben élünk. És az a kérdés, hogy jövő, nem, de jövő vasárnap, most vasárnap,
látszik, hogy ezen a héten nem tartott a formot. Ezen a vasárnap kik lesznek többségben? Azok, akik Magyar Egyet néznek, vagy azok, akik mondjuk Hír TV-t néznek. Kb. Így lehet lecsupaszítani a kérdést, mert nem ugyanabban az országban él az a két ember, az egyik ezt nézi, a másik azt nézi. Szoktak minket Simicska Csicska pártjának is nevezni. Én nem ismerem Simicska Lajost, életemben nem találkoztam vele. Én egyet tudok, hogy a Hír TV az ő tulajdonában van, és be vagyunk hívva, de nem csak mi, és nem mi tematizáljuk ott a műsorokat, hanem be vagyunk hívva, és gyakorlatilag kaptunk megjelenési lehetőséget. Most, hogy a törvény betűje alapján a közszolgálatinak csúfolt TV csatornáknak is helyet kell adni 5 perces időkeretben minden országos listátállító pártnak 5 perc keretén belül, úgy, hogy még a riporter bele se szólhat, mert nem rövidítheti le a kérdésével ezt az 5 percet, amit ott mérnek. Most aztán kiderült esetleg azoknak, vagy azok számára, akik nézik mégis a Magyar Televíziót, hogy van ám itt egy másik világ is Magyarországon, mert a magunk részéről Mirkóczki Ádám szóvivő, a neveket nem tudok, bementek azok a pártok, azon pártok emberei, akiket beküldtek tájékoztatni a közvéleményt a pártok programjáról, hogy itt aztán nagy sötétség és nagy disznóság van. 3-4-5 éve nem szerepelt sok párt, és a Jobbik is közé tartozik a közszolgálati televízióban. Közszolgálati, kiegyensúlyozott, objektív tájékoztatásra kötelezett, adóforintokból, az önök forintával fönntartott tévécsatornában nem lehet hallani egy védekezést, egy ellenvéleményt.